Nem tudok egyébként vlogolni, és nem is megy, úgyhogy most vagy valamit lesz belőle. Ma hétfő van, ami azt jelenti, hogy vége nálunk az egyetemen a tavaszi szünetnek, vagyis ma már egyetemen vagyok, itt a szobámban. És arra gondoltam, hogy megpróbálok egy vlog videót csinálni erről a hétről, amíg egyetemre járok, ami 4 napot fog átölelni, mert 4 napon keresztül van tanításom hivatalosan, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Aztán lehet, hogy soha nem fog felkerülni YouTube-ra, mert nem fogom elég bátornak érezni magam hozzá, de majd valami lesz. Jó. Ez az. A bejelentkezést megcsinálta. Itt a kis kávé. Már bekészültem vele. No. El se kezdődött még a nap, de már most utálom ezt a távoktatást. Nem akarom. Nem. Nagyon nem. Na jó. Igazából csak déltől lesz órám. Papíron. Aztán nem tudom igazából ez hogy fog kinézni, mert nem voltak túl egyértelműek a tanárok, hogy egy-két helyen, hogy mi, hogy miként lesz, hogy akkor kell-e csinálni, vagy lehet máskor is csinálni, vagy mikor, vagy be kell-e lépni, vagy valami. Úgyhogy nem nagyon értem, hogy fog ez a hét kinézni. Vicces lesz, az biztos. Mondjuk 1 órát azt el tudok legalább kezdeni, mert az alapból is neten csináltuk. Úgyhogy a tanárnak nem sok, hát ez relatív, de hogy én igazából tanár nélkül haladtam abban az anyagban. Mi az? Jó kis weblapszerkesztés. Csináljuk. Nem mondott komolyan! Na ez a durva. Esik a hó. Március 23-án. Az időjárás el van tévedve. Ez egyre durvább. Az futott egy macska. Let it snow, let it snow, let it snow. Hogy megálljon. Ez az, nem kell tartani, mert amúgy nagyon nehéz az a kamera. Ja, na, már végeztem a tanulással. Úgyhogy most lehet szabad foglalkozást csinálni. Ami? 2:30 van. Próbálják megírni. Amúgy még mindig esik a hó. Na jó, írjunk. Egyébként tökre megvan bennem, hogy mit akarok írni, meg hogy hova akarom vinni most éppen a sztorit, ahol tartok benne. Tudom, mi jön ezután, de az átkötést megcsinálni 2 jelenet között, az 2 mondatot írok körülbelül minden egyes alkalom, amikor leülök írni, és utána annyi. Úgyhogy kicsit hosszú ideje írom már azt a részt, ahol most vagyok, de már majdnem túljutottam rajta, úgyhogy remélem most már valamikor sikerülni fog.
Főleg így, hogy nem kell külön egyetemre járni, úgyhogy igazából, amikor befejezem a tanulást, ugyanúgy itt vagyok a gép előtt, és tudok írni. Ja, aztán majd beindul minden, és nem lesz semmire se időm. Erre a látványra kizárólag télen jó ébredni. Nem, március végén. Második nap. Ja, ma 3 órám van. Csit. Szóval, ma 3 órám van, abból az egyik egy dupla óra. És kb. Csak az lesz rendesen megtartva, mert a másik kettő. Vagy hát az egyikhez nem töltött fel a tananyagot, amit ki kéne még dolgozni. Vagyis hát gondolom majd fog. De ezért felesleges volt felkelni reggel 8-ra. A másikra meg videó lett feltöltve, hogy abból tudjunk tanulni, úgyhogy ahhoz se kell este 6-kor itt ülnöm, legalább. Addig viszont... tudom csinálni a másik órára a beadandót. Yay! Vagy megvágom, amit tegnap felvettem. Az is egy lehetőség. Készüljünk órára, befigyni. Jó kis számítógépes dokumentumleírás. Vicces lesz. Na. Igaz, még van 7 perc az óra kezdéséig, de... Hú, várjunk. Ez micsoda? Ha. Na, akkor még gyors előtte bizonyítom, hogy megcsináltam a... másfél óra munkája. Megmutatom nektek, hogy néz ki egy informatikus könyvtáros élete második fél évben, és hogy mivel foglalkozik, és mit tanul. És nagyon jó lesz. Mutatom. Ilyen jóságokat kell csinálni. Ez az egyik feladat mára. Nem jól mutattam. Ez meg a másik feladat. Igen, nagyon jól néz ki, tudom. Ez lefárasztott. Ja, úgyhogy azért az informatikus könyvtáros lét nem csak móka és kacagás. Most jön az a rész, hogy vagy megnézem a társadalomismeretes órámra a videót, amit a tanár feltöltött, vagy valami más csinálok. Hát, csak mi kéne. Aztán akkor mai napra végeznék legalább a tanulással. Ja, az lesz. Jó gyerek leszek.
hideg van. Harmadik nap. És tényleg nagyon utálni fogom ezt a rendszert. Nagyon. Na, igazából már túl vagyok. Emma jön. Gyere! Ja, azt hittem, erre jössz. No. Haj, de jó ég. Szóval, igazából már túl vagyok, fogjuk rá az első órán. Megcsináltam rá a feladatokat is. Aztán elkövettem a szívet, hogy elolvastam, mit kell következő órán csinálni, és így. Sokkal jobb lenne, ha bejárhatnék órára, ott legalább szóban elbeszéljük az időt, fogjuk rá. Na, szóval, az első órára megmutatom, mindjárt megmutatom, mit kellett csinálni, mert az egyszerűen egy fantasztikus tananyag, ami így a könyvtáros lét egyik alapja, hogy etójelzetet tud gyártani, de igazából még a saját tanáraink is elmondták, hogy annak az etónak semmi értelme, és senki nem tudja használni, és nagyon rosszul működő rendszer, de se baj. Ettől függetlenül mindenhol ezt használják, vagy hát a legtöbb helyen, és nekünk is tudni kell. És legegyszerűbben úgy lehet elmagyarázni, hogy mi az a csodálatos etórendszer, amúgy egyetemes tizedes osztályozás. Hogyha valaki ismeri a moly.hu-t, akkor ott ugye lehet címkézni egy-egy könyvet. Na, az etó is hasonló a címkézéshez, csak minden címkéhez van egy számsor. És ezeket a számsorokat kell összeilleszteni, hogy megkapjuk az etójelzetet az adott könyvről. És egyszerűen fantasztikus mindjárt. Na, mutatom. Szóval, ezek itt etójelzetek. Ez is. Ez pedig visszafele. Az etójelzet lefordítása. Ja. Jó dolgok. Szóval ilyen jó csinálni. Főleg, hogy eddig mindig tanárral csináltuk, és az magyarázta, hogy melyik, miért az a számsor, ami miért az az etójelzet kell hozzá, és így magunktól csinálni. Elég bonyolult. Legalább annyira, mint a dokumentum leírás, mint ami tegnap volt. Azt is egyedül csinálni, úgyhogy fantasztikus. Jó lesz ez a távoktatás, már most imádom. Na jó, elkezdem olvasni az anyagot a következő órára, mert sose lesz vége. Elfáradtam. Komolyan mondom, így jobban... Így jobban leszívják az energiáimat a tanárok, mint órán, mikor bennülök és ott vagyok. Ráadásul fáj mindenem attól, hogy egész tél előtt a gép előtt ülök. Szerintem ez nem egészséges. Na jó, de már befejeztem, mert nem vagyok hajlandó tovább görnyedni a gépem fölött. De nagyon nincs kedvem olvasni, úgyhogy valószínűleg körülbelül annyi lesz, hogy ezt megvágom. És utána valamit nyomkodok. Vagy a tévét, vagy a telefonom, a kettő közül valamelyiket, nagyon más lehetőséget most nem látok. Ja, egyébként azt még elfelejtettem hozzámondani, amikor mutogattam az etós cuccot, amit csináltam, meg a dokumentum leírást. Azok amúgy nem jók. Szóval, ha valaki látja bennük a hibát, az előfordulhat, mert biztos, hogy nem jók. Na jó. Így. Oké. Negyedik nap! Szóval, hát igazából papíron ma van utoljára órám a héten. Amúgy meg körülbelül egész hétvégén beadandókat fogok csinálni, úgyhogy nagyon jó lesz. És ma az egyetlen órám, ami igazából van, az az íráskönyv és sajtótörténet. Erre meg olvasni kell és beadandót írni szintén, úgyhogy annak mindjárt neki is kezdek, hogy legalább az ne hétvégére maradjon.
írás, könyv és sajtótörténet jegyzet elkészítve. Hosszú volt. Hopp, kirőlt a virág. Szia, polhás! Szia, cica! Szia! Na, mi van veled, te? Nem. Hát a másik. Hogy kell ezzel zoomolni? Ja, tudom. Cica. Ja, te nem mersz ide jönni, mert én itt vagyok, mi? Vagy mégis? Ó, oh, úristen. Őt amúgy nem lehet megsimogatni. Hello! Köszönj! Na, elmász mellett? Nem mer elmenni. Jó. Na, kijöttem a kertbe. Jézusom! Diót találtam a csek. Na, szóval, kijöttem a kertbe, mert kellett egy kis környezetváltozás, úgyhogy most a vlognak a végét és az elköszönést itt fogom fölvenni. Ja, látszódnak a virágok legalább. Jó, hát nagyjából ennyi lett volna ilyen iskola szempontból ez a hét. Bedugva hagytam a izét, na mindegy. Igen. Úgyhogy én már most tudom, hogy ez nem lesz olyan jó rendszer, mint gondolt. Elsőre tűnt volna, szóval rengeteg beadandót kell csinálni, meg mindenféle dolgokat, és ez nem lesz túl jó. Na mindegy, majd valahogy ezen is túlküzdjük magunkat, aztán remélhetőleg a következő fél év nem így fog telni, mint ez. Azt tudnám értékelni, de gondolom ti is. És remélem tetszett ez a vlog. Igazából ez volt most a legelső ilyen normális vlogom, amiben tényleg beszéltem is, mert amúgy mindig csak felvettem képeket, zenét vágtam vele, és amúgy nem beszéltem soha, de most beszéltem is, úgyhogy még a végén belejövök. Igen, nagyjából egyébként így néz ki egy informatikus könyvtáros hete. Úgyhogy ez egy kis betekintés is volt, hogyha valaki gondolkodna abban, hogy informatikus könyvtárosnak megy. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, találkozunk a következő alkalommal.